Kedves nézőink, sportolóink arcképcsarnoka sorozatának, sorozatunknak mai vendége Tóth Tibor, Tike, a Nyírbátori csapat másodedzője? Hát, asszisztens edzője. Asszisztens edzője, nevezzük így, igen. Aki a Nyírbátori csapatnak, és még ki tudja hánynak, hány másnak, annak idején kitűnő futballistája volt. Tibikém, üdvözöllek szeretettel a stúdióban. Köszönöm. Érezd jól magad, és akkor kezdjük azzal, hogy te is megszülettél valamikor Nyírbátorban, mert Őrzsökeres Nyírbátori vagy, így van. Családoddal együtt. Így van. 1971-09-11 a születési dátumom, Nyírbátor. Nem azért mondom, hogy mert én is szeptemberi vagyok, de azt mondják, hogy szeptemberiek adik ugye a karakán gyerekek. Igen, igen. Valószínű, hogy és így. És akkor beszéltem haza. Ezzel egyet értek, igen. Jó. Az iskolában a testnevelőm hangozik el a neve, szándékosan teszem fel a kérdést a legelső lépcsőkkel, mert ugye, aki elindítja az embert a pályán, a sportpályán, annak a neve azért jó, hogyha elhangzik. Én az általános iskolát az egyes iskolába kezdtem, és sporttagozatos, igen, és akkor ott Ispán Sanyi bácsi volt az első úgymond edzőm, testnevelőm, utána... Mint sok más nyírbátori futballistának. Így van, így van. Hát ez igen, ott elég sok embernek elindította a pályafutását, úgy gondolom nyírbátoriként Sanyi bácsi. Az viszont meglepett engem, amikor korábban beszélgettünk, meglepett engem, hogy már 10 éves korodban igazolt játékosa voltál a BSC-nek. Így van, igen. 1981-ben a régi kék igazolásom. Azért emlékszek ilyen jó rá, mert pont 10 éves voltam a kis könyvemre, és az egy becses dolog volt akkor gyerekként, aki bézony, igazolt bizony. Futballista lehetett ugye az akkori még a BSC-ben, és ott Várnagy Laci bácsi volt, akinél elkezdtem úgymond a klubba játszani, majd később Bodnár Pista bácsi volt az edzőm. De látod, szabad ne felejtsd, milyen sokat számít, hogyha egy településen vannak Várnagy Laci bácsik? Természetesen, igen. Bodnár Pista bácsik, aki lelküket teszik ki a futballért, ugye, és ráadásul szeretik a gyerekeket. Várnagy Laci bácsi oda édesgette a pályára a így játék, van, a így gyerekeket. Van. Hát akkoriban ugye nekünk nem volt annyi elfoglaltságunk, mint a mai gyerekeknek. Nekünk a szabadidő a sportpályán töltöttük ugye a fiatalok, és akkor ugye Laci bácsi árgus szemekkel nézte azokat a gyerekeket, akik ott rúgják a labdát, és akkor amikor már látta, hogy egy ügyesebbet rúgott, akkor mondta, hogy na gyere itt a helyed a csapatba. És akkor ugye a serdülő csapat úgy állt össze, hogy volt 15, aki le volt igazolva, meg volt 15, aki csak járt edzésre, hogy majd valamikor le lesz igazolva. Persze. Abból a 15-ből, akikkel játszhattál, emlékszel még valakire? Hát a kezdetek kezdetén, ugye még az iskolai évek alatt az általános iskolában ugye ilyenekkel, hogy Pataki Ferike, Szakács Robi. Ugye a Szaki Tours-nak a vezetője Robi most. Hát meg akkor a futballkapusunk. Jebelowski Zsolt, igen, meg volt futballkapusunk, igen. Tehát ők velük kezdtük úgy a Szabó Pistike fiatalon, ugye. Hát ő később játszott a felnőttben is, mert Jebelowski Zsolti nem játszott, de Pistike igen, Pataki Ferike is, igen. Azt tudod, hogy Pistikének az édesapja is kitűnő futballista volt. Na ezt nem. Szabó Pipi. Pipi. Ja igen, Pipi. Igen, mert Pistikét is hívták úgy a Kis Pipi. A Kis Pipi, igen. Így van. Az édesapja a Veselényi utcának a jobb szélső volt, villámgyors szélső volt. Na. De a fia Pistike, a Kis Pipi sokkal gólképesebb. De nem volt Pistike se lassú. Nem volt lassú, hogy gyors, hogy világgyors volt, de sokkal gólképesebb volt, mint az édesapja. Ezt már Laci bácsi tudja csak. Igen, vagy aki tőlem idősebb. Így van. Tibi, az általánosból Tiszamasváriba kerültél. Igen, ott jártam szakközépiskolában, mezőgazdasági gépszerelőként végeztem. Jó ideje, hogy mondtad. Van egy rossz fűnyíróm, meg tudod csinálni? Sajnos nem nagyon. Nem nagyon sikerült a szakmát elsajátítani. Hozzá, meg kombinálsz. Nem igazán az volt az én terepem, de ugye akkoriban apám a TSZ-be dolgozott, ő azt látta, hogy a szerelők azok egy gyuri emberek, jó körülmények között dolgoznak, és én azt választottam, de
inkább csak az érettségi miatt, hál' Istennek, hogy az. De maga a szakma, az nem vagyok a szakma kiválója. Ne. Maradjunk annyiban. Hát akkor kénytelen leszek elvinni a szervizbe hát, a fűnyírómat. Hát hogyha azt akarja, hogy jó legyen, akkor igen, akkor ne hozzam hozzá. Vasvári után hova kerültél? Vasvári után ugye kijártam a középiskolát, és akkor hazajöttem. De azt tegyük hozzá, hogy amikor Tiszavasváriban voltál diák, igen, akkor is itt futballoztál. Igen, hát igen, én amikor harmadéves voltam, ugye, már akkor a felnőtt csapatban játszottam. Itt 17 nyilván, évesen. 17 évesen, 88-ban, igen. 17 évesen Piros Bandi bácsi volt az első felnőtt edzőm, erre is emlékszem, és akkor persze hazajöttem ide Bátorba, és ugye mivel hogy fociztam, akkor egy úgymond sportállásba kezdtem el dolgozni a Nyírkémia vállalatnál. Szabó Feri főnököm, hát, jó voltából. Ha nézi a műsornak, mit szól ahhoz, hogy sportállásban volt? Hát ugye, nem volt ez kimondva, de azért persze, mindenki tudta, persze, hogy... Persze. Nem azért dolgoztam ott, mert olyan jó szerelő voltam. Majd hát Feri is futballista volt, úgyhogy... Hát akkor nyilván, hogy ezért. Persze. Nyírkémia után... Ugye, ha 17 éves koromban bekerültél a futballcsapatba. Így van, a felnőtt csapatba fokozatosan. Ugye. Kikkel játszottál együtt? Kónya Sanyi, Lovász Tibi, Pécsi Józsi, Dolhai Tibi volt a kapus. Dolhai Tibivel neked... Szatír, hogy hívták? Milyen Laci? Gyulai Szatír volt a Bece neve. Tóth Laci. Tóth Laci. Na igen, ezekkel kezdtem. Igen. Nem volt egy könnyű társaság, az sem. Igen. Dolhai Tibivel neked később is szoros kapcsolatod volt, hogy így mondjam, hiszen ő határőrtiszt volt. Igen, te pedig bevonultál határőrnek. Igen, igen. Hát ahogy ugye hazajöttem, ezt 90 végeztem nyáron az iskolával, és akkor novemberben már bevonultam ide a Nyírbátori határőrséghez, ugye akkor még... A nézőkedvéért azért tegyük hozzá, hogy akkor már nem volt Nyírbátorban a határőrségnek futballcsapat, a sportegyesülete, korábban a Dózsa volt az. Még Májár Jóskáikkal fejeződött be a Dózsa működése. Amikor nyírbátori játékosok bekerültek határőrnek, továbbra is kint futballoztak. Így van, hát ez a szoros kötődés azért megvolt a klub meg a határőrség között, persze, mert több olyan játékos vonult be a megyébe, aki ugye azért vonult Nyírbátorban, mert itt focizott a csapatba. És voltak Dolhai Tibik, akik irányították ezeket a dolgokat. A kapcsolatot tartották. Így van. És intézték benne a játékos sorsát. Hát, arról nem is beszél, igen. Milyen volt a határőr életed? Azért én egy kicsit csöppentem abba a dologba is, hogy azért voltam lent a határon is, ugye ilyen ős megerősítés címszó alatt, tehát én azért a katonaságból egy kicsit csippentettem, de igazándiból azért akkor is már a foci dominált jobban, mert azért elég sokat kint töltöttem a foci révén. Tibi bácsi azért egyengedte az utamat, igen. Tehát elég sok időt kint töltöttem a laktanyán kívül az edzéseken, a meccseken. Azért nem volt rossz határőr élet, így vagy katona élet. Természetesen, azért a húslevest otthon megenni vasárnaponként nem mindenkinek adatott meg. És még focizni is egy jót, így van. De egy idő után aztán búcsút intettél Nyírbátornak. Igen. És kezdődött egy vándor élet. Hát igen, úgy is lehet mondani. 97-ben az MB3-as csapatból, 97-ben mentem el Nyírcsaholyba. Hát azt sajnáltam, mert... De miért mentél el? Voltak különböző anyagi nézeteltéréseink, ugye. Sokaltam a fizetésemet, és úgy döntöttem, hogy inkább kevesebbért elmegyek máshova. Hát nem, igen, egy kicsit ez az anyagiak döntöttek. Igen, hát igen, most... igen. Csaholyba jó társaság volt? Nyírcsaholyba Virovec Pál volt az edző, megye első osztály, Máté Szalkai ikon, igen, úgy azt lehet mondani, és akkor ott elég jó játékosokkal futballoztam együtt, aki korábban mondjuk itt focizott, az a Cine Guszti,
volt nyílt Hogyne, bátori persze. játékos. Azt hiszem, ő Ecsedi, nem? Igen, akkor a Kokas Lacival is fociztam ott edző, vagy együtt, aki annak idén itt ugye egy ikonikus Hát igen, labdarúgója Bünteki volt a fiú, nyírt bátori persze. csapatnak is. Persze. Tehát ő már így kiöregedő férfi volt. Ifistaként nálunk Így van, nevelkedett. így van. Tehát ilyen járt Kis István, onnan Szalkáról, tehát ott is egy jó Jó csapatunk volt, csapat jó volt. csapat volt. Csahai után Csahói után hazajöttél. Még Nem. nem jöttem haza, hanem Kislétára mentem. Kislétán ott Ez is. a Léta neked többször megfordult az Igen, életedben. kétszer is voltam ott is, igen. Tehát Kislétára mentem, ott Szécsi Zoli hívott, ő volt az edző. Jó csapatba kerültem, meg is nyertük ott is a megye egyet, már második megyei bajnoki címem volt, ugye, mert itt előtte abban a korszakos nyírbátori csapatban azért játszottam, amelyik megnyert ez a Kertész, Erdősi, Lukács, ebbe a Körmös Párduc Hű, de kapus. Jó kis csapat volt. Így van. Tehát ott is másodjára megyei bajnok voltam, és akkor utána MB3-ban játszottunk Kislétán, és ugye ott is anyagi megfontolásból az egész csapat áttette a székhelyét Márté Szalkára. És nyírbátoriként játszottam Márté Szalkán, ami azért nem nagyon volt divat. Márté Szalka, Kislét, tehát voltak akkor ilyen manipulációk, egyesületeket, egyesületek megállapodtak. Nyilván az indulási jogot vették át. Így van. Megszerezni egy magasabb osztály indulási jogát. Így van. És Kislét, ha így társult Márté Szalkával, ahol akkor már anyagilag leszálló ágban voltak. Igen. És megvették azt és a jogot. És akkor az MB2-ben játszottunk, a harmadik vonal volt akkor. Persze. Mert MB1, MB1, B és MB2, és úgy a harmadik vonal. Most nem tudom, hogy tegyen fel a kérdést, Tibi, hogy sorol fel. Nem kell most részletesen, legfeljebb néhány állomást, ami jelentősebb volt az életedben, majd én arról rákérdezek. De nem tudom, hogy tegyen fel a kérdést, hogy hol játszottál még, vagy sorol fel azokat a településeket, ahol nem játszottál. Hát igen, majdnem könnyebb lenne. De hát igen. Ugye a Kisléta kétszer is megfordultam, utána Csaholyba is visszakerültem egyszer. Akkor is, ott is kétszer. Ott is kétszer futballoztam, akkor voltam Nyírmeggyesen, eltöltöttem egy fél szezont, mert ott menet közben megszűnt a csapat. És akkor mindig így visszatértem Nyírbátorba. Bocsánat, meg a Csaholyi azért volt érdekes, mert nem magad voltál Nyírbátori. Nem. Ott volt Csapa Zsolti is. Csapa Zsolti, Szarka Pistivel Szarka voltam Pistés. A második, az elsőbe pedig Szép Laki Norbi Szép volt, Laki Munkácsi Norbi. Tamás, igen. Ezekkel voltam az első idő. És ott egy Mitró Károly nevezetű úriember volt az edzőnk, aki annak idén annak a Tyukodi csapatnak, amelyik szép sikereket ért el, korszakos játékos volt. Igen. Tehát olyan elég, minden, tehát ahol megfordultam, futballoztam, mindenhol kaptam valami olyan dolgot, amit később hasznosítottam akár edzőként is. Tehát olyan edzőim voltak, akik tényleg jó szakemberek voltak, meg jó emberek is. Erre most vissza fogom majd térni nem sokára beszélgetésünkben erről, hogy mindenütt kaptál valamit a szakmából. És akkor ugye megint nyílt, hogy itt a hosszú idő Nyírbátor, akkor itt megint elértünk. Mert hogy Nyírbátor is az időként felbukkant hát elég az sokszor, életedben. Igen, elég sokszor, és elég sok időt töltöttem. Nyírbátor futballistaként, hát nem tudom, megszámolnám, hány mérkőzést játszottam, közel a csúcshoz lennék, mint nyírbátori játékos. Ugye az utolsó, amikor itt úgymond azt a korszak bezárult, amikor igazándiból már megye első osztályba futballoztunk, az a 2010-ben, amikor játszottuk a Sportem Kupa, ugye a Szabadföld Kupának a Népstadionban a döntőt, az egy szép korszak. A Magyar Kupa. Magyar Kupában, igen, hogy a legalacsonyabb osztály továbbítés. Igen. A nagyon óriási meccs volt Debrecenben az elődöntő, igen, Mándokkal, ott is játszottam. Ahol 3-0-ra vezettetek ugye az első fél időben, és 3-2 lett, majdnem baj lett a végén. Igen. Kicsit kiengedtünk, de sikerült. De sikerült, persze. Így van. Viszont nagyon szép meccset játszottunk a döntőben a Népstadionban, ma Puskás Ferenc így stadionban. Van. A régiben. És sokan voltunk nyírbátoriak is, meg hát egyébként igen, is. Hát ez úgy gondolom, hogy azért egy olyan, egy úgymond amatőr futballistának egy olyan élmény,
a Nemzet Stadionjába játszani, mint egy amatőr színésznek és a sok Nemzeti régi Színházban. Kiválóság volt ott Így van. A helyszínen. Például a Sport 1-nek a szakkommentátora Nyilasi Tibi volt. Így van, igen. Már Debrecenben is, az elődöntőn, és a döntőn a stadionban Így van, is. Igen. Azt, és akkor tegyük hozzá, hogy Lőrincs Sanyinak ez volt a legnagyobb edzői sikere? Így van, akkor már Lőrincs Sanyi, mint edzőm volt, abból a annak idején korszakos csapatból. Abból a, így van. Sanyi, így van. Sanyival elég sokat futballoztunk válvetve, és ugye ez is, hogy edzőként is dolgoztam a keze alatt, mint ő az edzőm. Igen. Igen. Hol volt még jelentősebb állomásod a megyében? Hát ugye már majd ezután, az idő után megfordultam már megye kettőben Ófértón, ott is egy remek emberekkel. Most a csapat. Sajnos igen. Remek emberek vették körül a csapatot, a polgármester úr az egy úriember, a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, hogyha úgy van. És akkor végül, hát 43-4 évesen még Nyírvasváriba játszottam. De ott edzősködtél is, nem? Hanem majd most 2018-ban az első felnőtt edzői, úgymond játékos edző Nyírbélteken. Ja, Bélteken. Tehát ott még pályára léptem, vagy három alkalommal. Ott a fiad is játszott, nem? Így van. És akkor volt olyan, hogy együtt is játszottam. Így van, igen. Ugye, mert Nyírbátori futball életében Unciás Demeter és Unciás Rémusz, Döme és Rémusz, apa így és fia, van, igen. Az egyetlen olyan család, ahol apa és fia együtt játszott Nyírbátori színekben, Nyírbélteken, de ugye ti már oda tartoztam. Így akkor, van, igen, Nyírbélteken. Nyírbélteken ugyanezt csináltam meg a fiaddal. Így van. Mi lett a fiaddal, mert ő jó húba is talán indult. A fiam jelenleg is focizik a megye másodosztály nyírvasvári csapatában. Egyenlőre neki úgy gondolom, hogy ez a szint már megfelelő. Igen. Sajnos volt egy sérülése fiatalon, amikor... De itt játszott az ifjú, igen, végigjárta, igen, végigjárta a langrétát, és ugye serdülő, U13, U17, U19, sajnos a felnőtt csapatban ő se kapott lehetőséget, ugyanúgy, mint előtte sok más, így van. Tehát volt egy ilyen korszak is, és akkor egy kicsit el is ment a kedve, meg volt egy sérülése, egy térdsérülése, és utána már nem tudott azon a szinten focizni, ami igen, megkövetelte igen. volna azt, hogy akár magasabb szinten is játszon. Erdei Zolival beszélgettünk munkahelyekről, mert ő neki a munkahelyei valahogy mindig a sporttal kapcsolatosak voltak. Te azért dolgoztál civilként, is mondtad már a nyírkémiát. Így van, igen, utána nekem is úgymond sportállásom volt. Igen. A pályán dolgoztunk kint. Mint közmunkások, mint közmunkás, de oda voltam a kivezényelve. Így van, oda voltunk kivezényelve, délelőtt munka, délután edzés. Nem kellett azért megszakadni. Nem, a munkáról szólt. De valahogy a történet, túléltétek valahogy. Túléltük valahogy, igen. És utána dolgoztam a hivatalban, a közterület felügyelőnknél, ott is ilyen délelőtt, majd a Hungária biztosítóba, mint üzletkötő, és 2001 óta dolgozok az Éltes Mátyás általános iskola és szakiskolában. Ennek már egy szép ideje van, hát, ugye szép igen. múltad van abban az iskolában. Igen, igen. Na most tudni kell, hogy az Éltes Mátyás egy speciális így iskola, van. Az ott tanuló és ott élő gyerekek szinte kivétel nélkül fokozottan hátrányos helyzetűek. Így most van. Tibi, erről beszéljünk már, hogy milyen ott a sportnak a szerepe, hogy segíti az oktató-nevelő munkát a sport, hiszen a gyerekek általad is ismerik meg ezt a gyönyörű területét az életnek. Hát igen, én ott az iskolában a Bozsik programot csinálom, az intézményi Bozsik programot, és ez az egész kicsi gyerektől, az első-második osztályostól kezdve a 8. osztályosokig átöleli a Bozsik program, de a szakiskolában, a középiskolai részen is foglalkozunk a gyerekekkel. Hány tanulótok van az Éltesben? 200
30 körül. Tehát több mint 200. Több mint 200, így van. Na most ezek közül hányan sportolnak, akik aktívan rendszeresen? Hát több, mint a fele. Több, mint ez a fele. Nagyon szép. Így van. Több kollega foglalkozik, ugye a testnevelők, van, aki a röplabdával foglalkozik, van ilyen speciális sportág nekünk, ugye, hogy zsinórlabda, abban szép sikereket érünk el, mert nekünk ugye ezeknek a értelmileg fogyatékos gyerekeknek van különböző országos szövetség, ugye van ilyen, hogy FODIS, van ilyen, hogy speciális olimpiai speciális, szövetség, igen, igen. És rengeteg olyan versenyre el tudnak jutni, ahol ugye meg tudják magukat méretni, és visszatérve a kérdésre, amit Laci bácsi mondott, hogy hogyan lehet a leginkább a nevelő munka, az a nevelés, ami a sport terén ugye domináns, mert ugye célért küzdenek, van cél, amiért küzdhet, ugye csapatban, közösségben játszhatnak, ugye több inger éri őket, ugye értelmes gyerekekkel együtt sportolhatnak, tehát nagyon sok olyan dolog van, ami az ő fejlődésüket szolgálja azáltal, hogy sportolnak. Az intézményi vezetés hogy reagál a sport tevékenységre? Maximálisan hozzáállnak ehhez a dologhoz, tehát támogatják. Ugye ezt látja egy aki gyógypedagógus ugye nálunk, a nagy többség az látja, tudja, hogy ezeknek a gyerekeknek erre szüksége van, hogy a sport által is többek legyenek. Tibi, nagyon örülök annak, amit elmondtál. És azért is foglalkozunk ezzel bővebben, mert a te helyzeted egy speciális intézetben egészen speciális. Ugye? Hát, olyan gyerekekkel kell foglalkozni, akik azért akiknek kevesebb sikerélményben van részük, mint az egészséges gyerekeknek. Hát nyilván, hogy ugye a hátrányos helyzetből adódóan, az értelmi fogyatékosságból, őnekik a tanulásban, ugye nekik nem olyan egyszerű megtanulni egy verset, nem olyan egyszerű megtanulni akár a matematikát, stb. Tehát ők ezért hátrányos helyzetűek, de viszont a sportban meg van, aki ugye kitűnik, és ő neki az a sikerélménye, hogy ugye jó röpizek, jó focizok, ügyes vagyok futásban, így és ez nagyon sokat számít. Illetve az a fegyelem, amit megtanul a sportban, így van. Az hasznosítható az oktató nevelő munka egyéb területein is. Természetesen hasznosítható, mert ugye a minden sportág megköveteli a fegyelmet, az, hogy a csapatban hogy játszol, korlátok között van, ugye szabályok vannak, és azt, hogyha ő megszokja, hogy szabályok között versenyzek, akkor ugye az órai munkát is jobban el tudja viselni, sőt, ugye egy kicsit mindig azzal lehet inspirálni a gyerekeket, hogyha jól fogsz viselkedni, jól fogsz tanulni, akkor a versenyeken is részt fogsz venni. Arról nem beszélve, hogy felnőttként is szabályrendszerbe kell majd nekik élni. Így van. És könnyebb lesz nekik a beilleszkedés. Természetesen. Ugye említettem, hogy épp tanulókkal, épp fiatalokkal is együtt versenyeznek, együtt vannak különböző nem csak sportprogramok, hanem kulturális programok, és ugye jobban elfogadják az éppek is a mi gyerekeinket, és ők is jobban be tudnak majd később illeszkedni. Ez ugye, mind a két oldalról, a társadalomban. Kölcsönösen így kell, van, hogy kölcsönhatás, így van. Így van. Tibikém, térjük még vissza egy kicsit a futballhoz. Asszisztens edző vagy így a futballcsapatnál. Igen. Milyen reményekkel tekintsünk a nyírbátori futball jövőjére? Hát én úgy gondolom, hogy az út felfelé vezet. Tehát mindenképpen nagyon mélyről indultunk, igen, azt tudni kell, ugye, hogy azért itt megszűnt a felnőtt labdarúgás az elmúlt három éve, és a legalacsonyabb szintről. A járási bajnokság. Igen, sajnos igen. Akkor ugye én még Bélteken voltam, én később csatlakoztam az edzői stábhoz már a megye 2-es szezonban, de nekünk az a célunk, hogy ugye építkezünk, folyamatosan építkezünk. Tehát beszéltük Zolikával, Erdélyivel, ugye szoktunk mindig beszélgetni ezekről a dolgokról, hogy egy kicsit nehezebb dolgunk van a megye első osztályban, mint a többi csapatnak, mert nekünk ugye mi próbáljuk a saját, nagyrészt saját nevelésű játékosainkat tanítani, ugye az sokkal nehezebb, mint megvásárolni kész játékosokat, és azokkal szerepelni.
Most a legutolsó meccsünk is ugye a Kálósem Jani 1-0-ás győzelem. Ugye valaki megnézi az újságot, azt fogja mondani, hát Kálósem Jani, te Nyírbáton, nehogy már ne verjen meg. Holott abban a csapatban, abban a falusi csapatban. Igen, volt válogatott. NB1-es meg válogatott játékos. Így van. Tehát ők azt az utat választották, hogy összevásárolnak úgymond kész játékosokat, és azokkal érvényesülnek. Mi meg azt az utat választottuk, hogy dolgozunk velük, foglalkozunk velük, hál' Istennek a srácok vevők a munkára. Tehát nehezebb út, de szerintem célra vezető. László, most kimondtál egy nagy igazságot, az az út, amit ti elkezdtetek, nehezebben járható, rögösebb. Rögösebb. De a fenntartónak, mondjuk egy önkormányzatnak, egy településnek, egy városnak, bármilyen településnek, egy klubnak sokkal olcsóbb is. Nyilvánvaló. A jó befektetés tehát egy jó utánpótlás nevelés. Igen, hát igen, ez sajnos az évekre visszanyúló probléma, mert azért ugye említettem az én gyermekem esetét is, de említhettünk több olyan játékost, akik hosszú éveken keresztül ugye nem tudtak oda kerülni a felnőtt csapathoz. Nem az ő hibájukból, azt hozzáteszem. Persze. Tehát ez nem a gyerek hibája volt elsősorban. Nem is biztos a miénk, akik foglalkoztunk velük. Jó, akkor így határozott a vezetés, hogy idehozzuk máshonnan a játékosokat. Meg edzőket. Meg edzőket is természetesen. Nyilván az az edző nem látta az ifi meccset egyetlen egyszer se, nem tudta, hogy az ifi bajnokságban milyen játékosok vannak. Messziről jött ember, azt mondom, amit akar. Így van, ő a sajátjaiba hitt, akit idehozott. És akkor már nincs helye a helyének. Nincs helye a helyének. Hál' Istennek azért még abból a korosztályból maradt a mostani csapatban, akikkel még annak idején foglalkoztunk, Gyurikával, Szegedivel, és nem dolgoztunk akkor sem hiában. Tibi. Középpályás voltál. Régen úgy nevezték ezt, hogy half. Középpályás is. Középpályás is. Csatár is, védő is. Védő. De azért mondom, hogy a te szerepedben... Legtöbbször középpályás is. Igen, tehát elől és hátul is helyt kellett állni, tudni kellett helyt állni. Így van. Mi az elképzelésed a futballról, mármint a nyírbátori csapat futballjáról, stílusáról kérdezlek, milyen futballcsapatot szeretnél? Hát ugye, ahogy említette Laci bácsi, az, hogy középpályás voltam, az nyilván inkább én is támadni szerettem, de a védekezés is a feladatom persze. volt, meg ugye játszottam védőt is. Én inkább azt szeretem, amikor játszunk, amikor nálunk van a labda, amikor olyan dolgokat is észre fog majd venni egy játékos, amit az edzésen csinálunk. Amikor visszalátom azt a mérkőzésen, hogy valamit gyakoroltunk és elővesz, és akkor látjuk, hogy már tanult valamit, akkor tudtunk persze. valamit adni neki. Hát nyilván, hogy az ember azt szeret, hogyha gólok vannak. Tehát inkább a támadás mint van, a védekezés. Így van. Tehát én Tibi, nem szerettem soha. Feleségeddel két gyermeket neveltetek. Így van, nevelünk is. Neveltek is, igen. Bár azért ők már elég... Hát igen, a fiam már 25 éves, lassan családot alapít. A lányom 20 éves, Kamilla, a Debreceni Egyetemen jár természetvédelmi mérnökként tanul. Reméljük sikeres lesz. Igen. Fiam mivel foglalkozik? A fiam az a sportmenedzser és rekreációs szakon végzett, jelenleg azért még nem nagyon sikerült elhelyezkedni ebben a területen. Hát mondjuk olyan szak, ami után most nem kapkodnak. Nem nagyon kapkodnak, most igen, hát elég sok állásinterjúm volt, még egyelőre nem. Hogy érzedek magatok a Nyírbátorban? Én meg vagyok elégedve a nyírbátori létemmel, életemmel, jól érezzük magunkat. Többször végig sétálunk a városban a nejemmel. Jó beszívni a nyírbátori levegőt, bármennyire panaszkodnak sokan. A strandunk kiváló, szeretünk ott is elidőzni. Szuper. Élhető város. Így van. Örülök neki, hogy ezt elmondtad, annak is örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon szépen köszönöm és a lehetőséget. Sok-sok sikert az edzői pályán is. Nagyon szépen köszönöm. Ha olyan csapatod lesz, mint ahogyan futballista voltál, akkor én meg továbbra is maradok ilyen lelkes szurkolótok. Hát igyekszünk, hogy így legyen. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.